Na várjál, mert most igazából nem tudom, hogy hol a felvevő. Nem itt volt. Nem itt van. Annyira meglepődnék, hogyha semmilyen baj nem történne, és a felvétel tökéletes lenne, mehetünk. Jaj! Hát nézem, hol van a mikrofonod? Hát itt. Jó. Jó. Majd az enyémet egy kicsit följebb rakjuk. Cigis téma? Még mielőtt a buszra szálltam, most nem kívánom. De kibírod egy órát? Persze. Nem is kívánom. Most éppen. Jó, azért most éppen, jó, hát, nem? Nem. De túl meleg van a cigizéshez. Kutyákkal játszottál már? Hát próbáltam egyet. De leszart? Nem, barátságos volt a gazdi. Na várj, aztán... elmondom, hogy hol vagyunk, mert mégiscsak egy adás, nem kutyafasza. Hogy úgy volt, hogy megyünk a Spotterdombra. A Ferihegyi repülőtér, vagy nem Ferihegyi, mi ez? Liszt-Ferenc repülőtér. Egyik kifutópálya jának melletti randi helyre. De aztán, és egyébként visszaigazolva látom a döntésemet, hogy nem oda mentünk, ebben a mérhetetlen dugóban ilyenkor Ferihegyre kimenni, az kb. 2 óra lett volna. Igen, az gyanítom én is. Ez most nem fér bele, mert délelőtt ráadásul elment a fél napom ezzel-azzal, ezt most nem mondom, mert ezt pénteken fogom elmondani az adásban. Jó. Meg ezt később fogják hallani, mint a péntekit. Jó, ezt még nem tudjuk. Na, álljunk is meg. Na, erre hol tartottam? Hát menjünk oda föl. Nem akarok fölfele menni. De már nem menjünk, hanem elmondom a disclaimert. Ja, jó. Tehát nem most nem a Spotter dombon vagyunk, hanem annál sokkal nagyobb dombon. Egy egészen nagy Gellért hegyen. Egy egészen nagy Gellért hegyen. De nem egy kicsik egy Gellért hegyen vagyunk, hanem a Gellért hegyen vagyunk. Sőt, jó, eljutunk a filozófusok kertjébe, ahol te még saját bevallásod szerint nem jártál. Még nem. Hány éve ez Budapesten? 40. És volt már úgy, hogy szándékod volt, de aztán elmaradt, vagy a fejedben sem szerepelt soha? De többször szerepelt más a fejembe. Mind hiúsult meg. Mindig valami más dolgom mindig volt. Valami más. És elrepült ez a 40-valahány év. Jó, de hát ez csak 2001 óta van itt. Ja, Istenem. Tehát 21 éve. Az elmúlt 21 év repült el akkor. És egyébként 2006-tól 2000. Nem kell még évszámokat sorolnod. Látom, készültél, megdicsérlek. Na szóval eljöttünk ide, én is egy kicsit utána olvasgattam. Felmenjünk ide? Jó, menjünk fel. De Tibi, ez lesz az utolsó lépcsőzés. Szintkülönbség, amit én hajlandó vagyok. Fölfele. A lábamon megtenni. Lefele se szívesen megyek, mert annak meg az a vége, hogy egyszer fölfele kell jönni. Sehogy se jó. Tehát igen. Ez a legmagasabb pontja a filozófusok kertjének. Igen. Tudod, mi nálunk most? Igen, a vízműveknek a tárazóján. Nem, azon belül. Ez a gépház, ez a szellőztető gépház. Ez a szellőztető gépház. Egyszer bemennék azért ide, körülnézném. Én képzeld, most ennek utána néztem, hogy mi van bent, meg hogy megy ez, meg mit tudom én, meg nekünk szinte minden évben volt ilyen lehetőségünk, hogy jöhetünk, meg, mindig meghirdette a nem tudom milyen tanszék. És sose jeleztem úgy, hogy be akarok jönni. Minek? Tudom, mi van? Majd elmesélem, mi van bent. Tudom, mi van bent. Hát jó, de majd elmesélem. Jó. Végülis te a te szakmád. Milyen furcsa arányok vannak így a városon belül nekem. Mire gondolsz, amikor ezt mondod? Tehát, hogy dolgok, amelyeket én távolinak képzelek egymástól, igen. Például a kereket és a bazilikát, igen. Az innen sokkal közelebbinek tűnik. Hát de miért lenne az messze egymástól, ember? Hát ez 3 utcányira van egymástól. Nekem az... A kerék az a Deák téren van, az meg a bazilika. Az meg ott. Gyakorlatilag 3 utcára. De mégis. Ja, mondjuk te nem jársz arra, tehát neked azért van a fejedben ennyire messze, mert minden messze van tőled. Hát alapvetően nyilván minden messze van tőlem. Ugye, ha már nem jársz Pestre, legalább Budáról nézzünk át, hogy mi van Pesten. De most megnéztem. Nem szeretek itt, ez nekem nem tetszik. Figyelj, ez a hely. Az, hogy most láttam Pestet, az szerintem nekem egy évre elég. De még nem láttad. Na szóval ez a szellőztető gépház,
pont. És ennyi. Ennyi. Nem túl érdekes ez a víztározó, de majd el fogok mondani mindent. Képzeld el, csináltam jegyzeteket, megcsináltam, 18 pontos betűvel kiszedtem, mert, és gondoltam, kinyomtatom, mert ugye nem lesz szemüvegem, hogy lássam, de mielőtt kinyomtattam, előtte 10 perccel mentek el a titkárságra, és bezárták az ajtót, ezért fogok fejből dolgozni. Jó. Tehát lehet, hogy hebehúrja leszek, hogyha számokat mondok. De és egyébként hogy tetszik, ahhoz képest, hogy először vagy itt? Tetszik. Jó. Tehát még az is, hogy szépen felsétáltam, az is... Most a felsétálás nem érdekes, teljesen. Maga a hely, ahol vagyunk. Igen. Ott gyönyörű a kilátás. De nem, maga ez. Ez a hely, filozófusok kertje, ez nekem tetszik. Kicsit azt hiányolom most, de lehet, hogy ezt már később nem hiányolnám, hogy kicsit kevés az árnyék. Hát de összesen ez a rét van, az összes többi, az mind árnyék. Igen. Hát hogy legyen majd egy olyan hely, ahol lehet focizni, meg sárkányt teregetni, meg labdáztatni. Meg szerintem igenis van helye egy rétnek. Van. Egy alapvetően fás, erdős, bokros ország részben. Na, menjünk közelebb a kilátóhoz. Vagy nem kilátó, Pesthez, gyere. Megmutatom neked Pestet, jó? Hogy hol mi van. Rohadt meleg van még mindig. Vagy már megint. Ma tudod, mit csináltam? Mit? El se hiszem, így utólag, de nem is tudom, hogy bemondjam, mert letagadom, ha ezt valaki a fejemre olvassa. A tűző napon délután egykor, amikor a legeslegmelegebb van, egy körforgalom közepén megpróbáltam felrajzolni egy ilyen körülbelül 3 méter sugarú körforgalom közepére egy Rubik kockát. Hát ez nagy hülyeség volt. Akkora hülyeség volt, azt hittem, hogy belehalok. Kérlek szépen, ott volt a polgármester. Hogy hívják? Őrsi. Gergely? Valami ilyesmi. Először azt hittem, hogy csak egy túlbuzgó alkalmazott az önkormányzattól, de aztán bemutatkozott. Mondtam, hogy megtiszteltetés. De aztán rajzolt egy kockát, és mondtam, hogy szerintem ez azonnal törőjük le, mert szerintem ez borzalmasan néz ki. Szerintem nem fogadott a szívében nem fogadott a polgármester úr. Nagyon fiatal ember. Ezt nagyon, tudtad, hogy persze. Igen. És ő milyen színekben? Remélem, nem MSZP-s. Nem, momentumos szerintem. Momentumos, akkor jó. Na, Tibi, figyelj! Az ott Pest, bemutatom. Tibi, Pest, Tibi. Fölismertem. Az ott a Vigadó, mellette dolgoztam. Ha mögötte. Mellette. Mellette, mögötte. Hát nem, mert a mellette, igazad van mellette. Igen, csak itt mögött. Jó, mondd el a hallgatóknak. Életed fénykorában mi voltál? Az Uvaterben voltam vezérigazgató, de jó, nem? Alapító vezérigazgató. Tulajdonos. Ott. De a tulajdonosi paketedet megtartottad, nem? Az megvan még az most. Az 51% az még megvan. Az ne erodálódjon nekem. Nem. Később jól fog érni. Kint van, a részvényeim kint vannak a falon. Hát meg a fényképed. Meg a fényképem. Az egész alakos, mesztelen képed. Szóval szép. Igen, nem csodálom, hogy a külföldi turisták beleszerelmesednek a városba. Van egy elképesztő előnye Budapestnek, sok más, egyébként csodálatos világvárossal szemben, hogy gyakorlatilag a Méltani közepén van egy hegy. Igen. Amin most mi vagyunk. És még csak nem is a tetején vagyunk. Fura mód, a hegynek, elért hegynek ez a része, az nem annyira népszerű, mint a másik. Igen. Tehát most átmennénk a másik részére. A déli oldalon sokkal. Tömött sorokban. Ja, most nem annyira, mert hogy a Citadella zárva van. Hát akkor is, de szerintem. De akik nem tudják. De akik nem tudják, azok oda fölmennek, káromkodnak egy nagyot. Azt mondják, hogy scheisse. Fuck you. Chang hom. Jó, oké, nem mondok semmit. Tibi, én készültem, te készültél a filozófusokból, hogy kiknek a szobra van kint? Vagy? Igen, mindegyik. Mert én meg minden másból készültem. Szinte minden filozófus. Ez a szobor, még most kifújhatod az orrod, ha gondolod, mert olyan közel van a mikrofon az orrodhoz, hogy egész végig hallatszódni fog. Áj, de forró! Hülye vagy! Pászki, de forró! Ez... Ha ki lenne nyomtatva a jegyzetem, megmondanám, hogy mi a neve ennek, de azt hiszem Buda királyfi és Pest király kisasszony szobra.
De valami más neve is van, de lehet, hogy ki van írva egyébként, ha megnézzük. Ugye, megnézzük. Ja, nem, ez Braille-írás. A Braille-írást ezt nem tudjuk elolvasni, mert bunkók vagyunk. Hát jó, és csak úgy van kiírva. Hát csak. Figyelj, mert Tibi, tényleg két egyetemet végzett ember nem tudja dekódolni, hogy hova írhatták ki a szobornak a nevét. Itt van, szerintem ez az. Nem, ezt elolvastam, de ezen nincs. Az vagy víztárazó. De ja? ez a kilátó kő, igen, ez a kilátó kő, avagy, amit az előbb mondtam. Igen. Az már nincs ide kírva. És ezt a követ, ezt Lesenyei Márta szobrázta, és ezt pedig Vadász György. Másfél méter magas. Már ezzel a követ. Aha. Erre emlékszem a jegyzeteimben. Most ezen mit volt tervezni? Hát azért... Kő. Akkor is meg kellett csinálni. Ilyet én is tudnék csinálni. Hogy egyrészt, hogy ne lógjon le róla. Ne essen le. Igen. Ne billegjen. Ilyesmi. Ne legyen 20 centi magas. Vagy 30 méter magas. Ez Buda, az Pest. Az Pest, igen. Felismertem. Csak ugye el vannak fektetve az épületek. Úgy néz ki, mint egy ilyen hollywoodi katasztrófa film. Igen. Mert amikor jön a... Kurva nagy vihar. A nagy szél, és megborítja az egész várost, akkor az... De csak Pestet borítja meg, Buda, az néz meg, áll. Buda, az jó. Mint a cöbek. Peckesen. Most mondjam azt. Ja, nem mondom. Na jó, ennél többet ez nem ér. Szerintem ez, osztályozzuk 1-5-ig. Szerintem 2/3. Szerinted ez jobb annál? Szerintem jobb. Turista látványosság szempontjából. Na, mindenképpen. Figyelj, lassan nekilátok majd elmagyarázni egyébként a víztározónak a lényegét. Egyébként víztároló, és nem víztározó. Már nem tudom, mi a különbség. Valószínűleg az, hogy amikor valami természeti képződik, úgyis, mint völgyet. Egy völgyzárógáttal elzárnak, igen, az a víztározó. Igen, mert az a tározók, azok általában nyílt vizek. Igen, ez pedig egy épített. Zárt. Kurva nagy. Nem olyan nagy ám. Azt hittem nagyobb. Most megnéztem az építkezés képeket. Jó, mondjuk egészen megdöbbentőek. Na, elmondom én ezt, Tibi. Itt van a széle. Szerintem az a fal, nem, az a fal, a belső, igen, fal, az a széle, és szerintem nem is tart, de másik irányba mutatok, nem is tart annál sokkal tovább. És ott meg szerintem ahol már a fák kezdődnek, ott van a vége. És úgy van, nem tudom, ezt mennyire tudod, hogy két darabból áll, két teljesen egyforma részből. Igen. És itt van a választóvonal, tehát ott van egy, meg ott van egy. És a legendás, hogy minek ez a billentyűzete van? Zongora. Zongora. Zongora alakú, de nem annyira zongora alakú, mint a zongorák, tehát nincs benne az az S-kanyar, csak úgy van, hogy van így egy ilyen derékszög, és akkor a kettő az így van összekötve, ívesen. És tudod miért? Szerintem ezt te kitalálod, mert mérnök vagy. Hát milyen, azért, hogy ne pangjon a víz, ha nem mozogjon. Szép. És annyira okosan fogok beszélni, figyelj meg, hogy hozzá fognak csapódni emberek, hogy meghallgassák. És ahogy mondod. És azért nincsenek benne például... Halak. Egyrészt halak, valamint száznapos hullák. Másrészt meg sarkok. Igen. Csak legömbbe ütött részek vannak. És az oszlopok is mind. Mind. Egyenként mind a kettőben 106 darab oszlop tartja a plafont. És képzeld el, most össze-vissza fog beszélni, mert ugye nincsenek nálam a jegyzeteim. Ezt megépítették valamikor 75-től 80-ig, vagy valahogy így építették, de úgy, hogy már előtte egyébként a Gellért hegyen voltak víztározók a túloldalon, és talán ott még működik is, mert valamikor a 20. század elején kezdték el, 1904-ben valami. 1904-ben. Van valami, építettek 3-4 különbözőt, és ott még minden, és a kettőt egy alagút köti össze. Az amúgy a Gellért, hogy ebből a szempontból elképesztően izgalmas. Mert hogy vannak általunk nem ismert elzárt területek? Rengeteg barlang van benne. Iszonyat mennyiségű. Van, amiben lehet menni. Jó, most nem menjünk be. Na, várj, még ezt el akarom mondani. És képzeld, és megépítették, ugye valamik, ugye 80-ra lett kész, és 1989-ben volt Budapest vízfogyasztási csúcsa. Tehát azóta csökken. Igen. És ezt nem tudtam, ezt csak most olvastam tegnap, hogy azóta felére csökkent.
Ezt elhiszed? El. Egyrészt... Annyival kevesebb ember nem lakik. Nem, de azért sokkal visszakarékosabbak lettek a háztartási berendezések, sokkal kevesebbet mosnak kézzel az emberek, sokkal... Én tudod minek? Állítólag akkoriban volt valami nagy vízáremelés is, mondjuk akkoriban 89 környékén elég ott sok mindennek megemelkedett az ára. Csak mondom gyerekek, hogy aki még most először él meg egy... Drasztikus áremelés. Egy gazdasági világválságot, annak mondom, hogy voltak már ilyenek, és még csak válság sem kellett hozzá, hogy 30%-os infláció legyen évente. Hát az Antal kormánynál volt 30 közel. Igen, ott a pont a 94-5 környékén. Na de figyelj, de amit nem mondanak a leírások, de én mégiscsak ennek tulajdonítom ezt a nagy vízfogyasztás, vagy a fogyasztás visszaesést, hogy akkoriban jelentek meg a PET-palackos vizek. Hát nem isznak az emberek, ahogy te sem, a csapból vizet. Hát a csapból nem. Na, de ezt mondom. Tehát, lehet. Meg én azt gondolom, hogy azért megjelentek a mosogatógépek, a takarékosabb mosógépek. Hát azelőtt meg nem voltak mosogatógépek. Azt mondom, tehát ezért is csökkent a vízfogyasztás. Egy mosogatógép kevesebbet fogyaszt, mintha én kézzel elmosogatom. Ezerszer. Kivéve, ha aposom, szegény megboldogult aposom mosogatott, mert ő egy 2 cm magas víz bedugózva abban mosott végig. Egy olyan víz volt a végére, melynek a tetején vastagabb volt hát, az ír, mint a víz. Szegény anyósabb csak állt, mert nem lehetett neki szólni, hogy ne csinálja. Mondta, hogy ő segít. Na, hol tartottam? A víz. Hogy csökkent? Ja, és néztem képeket az építkezésről. Egészen megdöbbentő. Szerintem ma már ilyet nem is merne senki javasolni se, hogy fogták és a tetejét elvitték. Tehát, hogy ekkora nagy mértékű beavatkozást egy természetes környezetben nem létezik, hogy valaki merne javasolni. Hát ma már nem. Tehát szerintem így, ahogy volt, így, ahogy van, az egészet, már hány méter magas? 8 méter magas a terem, tehát biztos, mint egy 20 méter mélyen az elvitték a talajt. Hát ugye, de nagy a súlya ennek a rohadt sok víznek. Jaj, ez az... ugye egyenként, ugye egyszerre kellett betonozni az alját. Ugye ezt mi tudjuk, hallgatóknak nem kötelező, nem lesz benne a dolgozatban, de azért egy ekkora teherbírású fenéklemezt, azt darabonként betonozni nem lehet. Igen. Mert akkor az el fog repedni. Azt egybe kellett betonozni, azt hiszem 4 nappal és 4 éjszaka folyamatosan, és úgy, hogy ahogy hozták a betont, a rendőrök biztosították a forgalmat a városban. Hát az nagyon menő lehetett. Akkor itt éltél, nem 80-ban? 80-ban már igen. Mondjuk ez előbb volt. Mikor költöztél a Budapestre? 1980. 80-ban. Hát akkor itt lehettél volna az átadáson, baszki. Hát akkor már, hát csak hogy akkor nem hívtak meg. Még nem. Ja, és ezt is tudom, hogy amit kivettek innen földet, nem kevés földet, az kérlek szépen az Egér út, Kőérberki út, tudod, hol van? Tudom, Kőérberki Egér út találkozása. Igen. Ott rakták le. És onnan hozták vissza az összeset. Tehát vissza van hozva az összes. Ja, hogy oda letették, igen. És aztán, amikor megépült, akkor visszahozták. Vele. Mert hogy van a tározón valami, nem tudom, hány méter földtakarás. A jó, akkor ugrálhatunk. Nyugodtan ugrálhatsz, sőt, egyszerre is ugrálhatunk. A növények gyökérzete ellen pedig acéllemezekkel védekeznek. Tehát végig acéllemezekkel van körbe védve. Mert az is a nagy ellensége. Olyan vízzárást kell biztosítani egy ilyen, mikor ivóvizet tárolnak, hogy nem is gondoltam volna. Tehát például megvan az, hogy mennyi ideig tartózkodhat a tározóban a víz. És nem lehet, hogy van ez? Tehát úgy kellett megoldani, hogy hívják a víztározót? Ide van írva. Gruber, József, majd megnézem. Igen. Ő volt az áramlástani tanszéknek a vezetője, amikor kidolgozta ennek a tározónak az áramlástani cuccait, és úgy van, hogy ezen a függőleges egyenes oldalon végig beömlő nyílások vannak, és a kiömlő nyílás meg a zongora bal alsó sarkában van, aha. Tehát egy kiömlő nyílás van, hogy egészen biztosan maga előtt tolja az új víz a régi vízet. Világos. Aha. Nem keveredhet össze a kettő, mert akkor lesznek olyan vízrészecsik, akik kurva sokáig vannak bent. És onnan kifolyik, és akkor visszajön ide, és akkor itt alattunk van valahogy a kivételi mű. Szép, az ember nem is gondol, ugye azért, ha valakik, akkor mi elég sokszor megemlékeztünk arról, hogy a mérnöki szakma milyen elképesztő összetett és gyönyörű. És hát ebben is. Tehát le kellett modellezni, láttam a modelleket, és ki van valahol állítva. Mert most akkor, ha már akkor nevét megnézzük. Gréber, nem? Gréber József.
Azért még láttam. Nem itt láttam ki. Nem itt láttad. Ó, Istenem. Jó, mindegy. Már én megnézem a telefonon. Nem, azt meg elraktam. Ó. Mindegy. 57 éves korában váratlanul elhunyt. Ó, az szomorú. Valószínűleg be baleset. Na, úgyhogy ez a víztározó. Tudod, honnan jön a víz? Én azt hittem eddig csak a Szentendrei-szigetről. Kurva messziről. De képzeld el, hogy nem csak onnan, hanem a Csepel-szigetről is jön. Én azt hittem, az összes vízkivételi mű az északon van, és a szennyvíztisztítók vannak délen. De ez nem igaz. Nem, azt ott, én csak azért tudom, hogy Csepelen van, mert ott nekem volt munkám, és ott olyan rohadt nehéz volt, hogy olyan területekre bemenni, ami, ahol a vízkiviteli dolgok vannak, mert azt nagyon őrzik. Már egy kicsit lejjebb teszem mégiscsak valahogy a mikrofonod, mert te hangosabb vagy, mint én. Jó, mindegy, legyél te hangosabb. Bécsben, ja is, hogy Budapesten, a Dunáb, ugye az egész, minden ivóvízünk a Dunából van kivéve. Hát még a talajvíz formájában is. De nem úgy van az, hogy kikanalazzák a Dunából. Kiszivattyúzzák. Hanem a... Na, inkább elmondom, hogy Bécsben miért nem lehet ezt megcsinálni. Képzeld, Bécsben kurva messziről csöveken keresztül viszik be az ivóvizet. Miért? Mert a Duna bécsi szakaszán nincs meg az a kavicsos réteg, ami itt kurvára megvan, ami gyakorlatilag tökéletesre szűri a vizet. Szegény bécsiek így jártak. Megszívták. Megszívták, végül is csak tizenvalány éve minden évben ők a világ legjelhetőbb városa. De nagyon szar nekik. Hát Tibi, ez a víztározónak a rövid története. És leírása, és működésének és jellege. Leírása. Tudnék még, mond, azt hiszem, 30 ezer köbméter? Nem, 240 ezerre emlékszem én. Akkor 30, valami 30 is van, Tibi. 30 is van. Amikor ott lecsökken a vízszint. Na, szóval, hogy így, hogy... Nézd, repülő. Nagyon szép. Ezt biztos láttuk volna felszállni. És így, hogy lecsökkent az izé, nem az izé csökkent le, hanem a Budapest vízfogyasztása, így 4 méterre magasabbra már sosem töltik föl. Azért szomorú. Jó, nem szomorú. Nem szomorú. Örüljünk neki, hogy Budapest vízellátása tökéletesen biztosított. Ez persze nem a... Ne adjon okot senkinek a felelőtlen vízpazarlásra. Tehát ne lögyböljük a vizet össze-vissza, locsolgassunk minden szart. No és hát megérkeztünk. A névadó szoborcsoporthoz. A névadó szoborcsoporthoz. Én itt már olyan sokszor voltam, Tibi, és már olyan sokszor végighallgattam, hogy ki kicsoda. Még ennek az UFO-nak is. Ez az UFO. UFO-t láttad? Tudom. Ő Eknaton fáraó. Szerinted tiszteletlenség bemenni a szoborcsoportba? Nem. Nem. Szerinted eddig hányan piros pacsisztak a fáraófa? Én azért név szerint mindenkit ismertem, vagy tudtam én róla. A fáraót nem. Tessék? A fáraót nem. Én őt, a szakállas középest, a nagyon hülye nevű Darmát. Ja, az se, én se. Ja, mert Laocse, ő a hátsó sorban van, a cseresorban. Van Laocsénak is van. Van Laocsénak. De ő csak a cserepadon van. De ő nem ezek közül van. De itt van. Már kezdjük a cserepaddal. Nem, a belső körben nem, itt van, igazad van. Laocse. Na jó, a kispadon ül Mahatma Gandhi. Szerinted hozzuk zavarba a hallgatókat annyira, hogy elkezdjük magyarázni, hogy ki volt Gandhi? Nem, szerintem Gandhiról nem érdemes túl sokat. De nem azért, mert nem érdemes, hanem azért, mert ezt tudni kell. Ezt tudni kell, tehát Mahatma Gandhi. Bassza meg a ló, ha valaki nem tudja, ki volt. Majdnem kortársunk volt. Nézd, olyan vékony a lába, mint a tiéd. Vagy miért? Tényleg. Így van. Szóval ez egy... Ugye ez a szoborcsoport azért Wagner Nándorról egy szó. Nem Wagner. Nem Wagner. Szerintem Wagner. Én Wagnernek tudom. Nem mond már. Minden más szót, ahol A betű van, A betűnek szoktad mondani, és lásd attitűd. Igen. Wagner, meg Wagnernek akarod mondani. Én Wagnernek tudom. Na, legyen mindegy. Wagner. Nándor alkotta ezt a szoborcsoportot, aki... Nagyváradon született. Ő is. Erdélyi magyar. 1922-ben. És Japánban halt meg. De mit csinált Japánban? Miért ment Japánban? Hát ugye ő 56-ban valamilyen bizottságnak tagja volt, és akkor menekülnie kellett. Tehát 56-ban hagyta el Magyarországot? 57-ben hagyta el Magyarországot.
mert hogy részt vett a forradalomba, kitelepedett Svédországba. Honvágyból csinálta nekünk ezeket a szobrokat? Nem, és akkor kitelepedett Svédországba, ott megismerkedett egy japán grafikus hölgyel, azt hiszem, igen, és aztán vele együtt átmentek, Japánba. Átköltöztek Japánba, és aztán Japánban csinált ezeket a szobrokat, aztán 2001-ben Budapestnek ajándékozta. De van ennek egy párja. De ugyanilyenek vannak máshol? Még egy sorozata van, az Tokióba. Ennek nem örülök. Tokióba, és az több. Bodhidharmáról mit tudunk? Bodhidharmáról én azt sem tudtam, hogy létezik. Én most se, már nagyon sok. De minden. Olyan ez szegénységi bizonyítvány, Tibi. Igen. Hát nyilván egy hindu vezető. Hát ő volt a 28. hindu. Hát pátriárkának hívják, tehát igen, a legfőbb vallási vezető. És aztán ő nagyon szeretett utazni. Igen. Igen, mert hogy volt benne egy ilyen térítő hajlam, és akkor... Ja, úgy. Akkor és a Dharma keresztneve, vagy az a beosztása? Az igazándiból a beosztása. Olyan, mint a Dalai Láma? Az ő eredeti neve nem ez. Egyébként ő is egy gazdag családból származik. Igen? Úgy, mint Assisi Szent Ferenc? Mint Assisi Szent Ferenc. Mindjárt odaérünk. Mint Buddha. Tényleg. Tényleg. Tehát, hogy... Hogy az unatkozó budai úri gyerekek lettek aztán végül is a... Sztárok. Nem a sztárok, hanem a megtért. Szóval a Bodhidharma... De mikor élt? Ő a 470-ben született, azt hiszem. Jó, annyira rég! Azt hittem, ez is valamikor, mit tudom, 200 évvel ezelőtt. Nem, 470-ben. Időszámításunk szerint 470-ben. Yeah. Született, hát egyesek szerint perzsa származék, de mindenképpen Nyugat-India vagy Perzsia. Van született, az apukája egy király volt. Jó. Jó, nem mondok semmit. És aztán hát ő kicsit lazán vette az életet, de aztán találkozott egy nagyon híres akkori tanítóval, aki ugye a... De várjál, de még mielőtt ő megtért volna. Igen. Azelőtt ő egy ilyen nerlovag volt, tehát hát, nem... Szórta a pénzt. Mondjuk fiat... Nem, pufi Jackie bejárt. Annyit nem, olyan sokat nem tudunk azért a gyermekkoráról, csak azt ja, tudjuk... Ja, rohadt rég volt. Hogy ő... Csak megnézzük hátulról is. Hogy az remélem, ő... Remélem, várj, a hallgatóknak mondom, hogy remélem a szél az nem teszi teljesen használhatatlan és élvezhetetlenni a felvételt, de ha hozzáteszi, nem érdekel. Na igen? Tehát, hogy ugye hárman voltak testvérek, és ugye keresett ez a hittérítő keresett egy, hát nem utódot, de egy utódot. Aki, vagy egy, az ő mestere? Igen, az ő mestere, aki aztán őt betanította erre a térítő művészetre. De figyelj már, és mi alapján választotta ki, jó legyen Wagner Tibor, hogy pont ezeket az embereket teszi bele a szoborcsoportban. Nincs egy kis önkényesség? Nem érzed, hogy, tehát, hogy lehetett volna más is? Hát igazándiból azért ő olyanokat választott, akik egyébként meghatározó vallási vagy filozófiai vezetők voltak. De azért, ebből a szempontból. Na jó, de nem egy ligában focizik Mahatma Gandhi és Bodhidharma. Nem. Bodhidharma sokkal magasabban focizik. Dehogy is. Ha mindjárt elmesélem neked az életét. Ah, nem mesélj, de az egész életét. Nem az egész életét fogom, mert hogy ugye... Igazolt, hogy nagyobb szerepet játszik az emberiség lelki tisztaságában, mint Mahatma Gandhi. Hát például ő vitte el Kínába a buddhizmus, tehát ő volt Kína első buddhista, vagy hát ilyen vallási vezetője. Hm. És ő elment, kérlek szépen... Ja, mondjuk ezt már az értékelem. Ő elment Shaolinba, amit ugye sokan csak a kung fu-ról ismernek. Én is, bocsánat, csak egy... De ott egy nagyon-nagyon híres templom volt. Egyébként sokan azt tartják, hogy ő volt az, aki kitalálta a Shaolin Kung Fu-t. De én ezt akartam kérdezni, de azt gondoltam, hogy olcsó viccelődés lenne. Tényleg? Lehet, hogy a Kung Fu atya. Mondjuk ez a testméreteiből nem, vagy a testalkatából. Én nem hiszem, mert egyrészt azt például, jó, tehát az ő életének elég sok leírása van, és ezek elég ellentmondóak. Hiszen nagyon régen élt. Hiszen nagyon régen élt, és nagyon zárt közösségben. Nem időzhetünk ennyit egy embert. Jó, oké, akkor gyorsan befejezem Bodhidharmát, hogy ugye az volt, hogy ő egyébként pedig a semmitevésnek volt a nagymestere. Már mikor megtért azután? Igen. Tehát az volt, az például amikor ő... Tehát ő az, aki tényleg tudott ülni 3 évig egy körtefa alatt? 9. 9 évig ült. Tehát amikor
Shaolinba ért, akkor jobb, ugye próbálkozott, a, próbálkozott a, azzal, hogy akkor elkezdi oktatni az ott lévőket, de ott valami zavar támadt az erőbe, és akkor mindegy elment egy barlangba. És akkor az volt, hogy, hogy a... Hát ezek már nem, nem mondom, hogy mindegy, ez is az egyik történet, hogy 9 évig, úgy döntött, hogy 9 évig ott fog ülni a barlangba, és nézni fogja a falat. Uh-huh. És az, ahogy, uh-huh. az terjedt el, hogy tehát az ő nézésétől kiukadt a fal, uh-huh. ott, ahol uh-huh. ő nézte. És egy 108 cm átmérő lapos televízió készülék keletkezett a lyukban. És hogy az árnyéka ma is látható a falon. Aha, te ezt elhiszed? Figyelj. Te sokkal kevésbé vagy spirituális, mint én, de elhiszed, mert még én sem hiszem. Akkor, de látogatható ez az árnyék? Látogatható, persze. Ez van Kínában? Ez Kínában van, igen. Például Kínában őt sokkal jobban ismerik, mondjuk, mint Gandhit. Hát Gandhit is ismerik azért, jó, de őt biztos, hogy ismerik. Azt hiszem, Assisi Szent Ferencnél biztos, hogy jobban ismerik, hiszen ő volt az első. Na jó van akkor. De az... Tehát méltatlan akkor, hogy nem tudtam róla semmit. Igen, és... De... És tegyük hozzá, te sem. Nulla. Egyébként azt, az is például egy róla szóló történet, hogy ő ugyanúgy, mint Jörgen Mörgensen. Várj, először is dán váltóőr volt élete utolsó szakaszában? Nem, hanem elveszítette mindkét kezét és mindkét lábát. De ezt nem hiszem el. De. Ezt nem hiszem ez, el. Tehát mindegy, ez, de mi, hogy annyira elgémberedett, hogy le kellett vágni? Hogy annyi, tehát, hogy nem mozdult. Tényleg? Ugye, és akkor elszáradtak a keze, és lehullott a mind a két keze, és mind a két lába. De Wagner művész úr nem ezt az állapotát örökítette Wagner meg. Wagner művész úr nem ezt az állapotát örökítette Az azért jobban meg. Nézett volna ki. Azért hogy... nekünk egy helyünk lenne, egy kéz és láb nélküli szobor. Úgyhogy, de hát rengeteg helyen járt. Jó, nagyon sok nyomot hagyott Dél-Kelet-Ázsiában, Malajziában. Engedjük meg a hallgatókat, akiket érdekel, egy kicsit olvasanak utána. Szerintem ennyi elég is volt, hogy a dolgozatban... Mit tudom én, emiatt ne kapjanak jó. egyest. Csak ezt a mindkét keze, mindkét lábát. Ez ideig el akartál jutni, ezért megdicsérlek. Most azt hiszi Szent Ferencről is, van egy olyan érzésem, hogy ezt is tudni kéne nélkülünk is, nem? Igen. Hát ki ne látta volna a Napfivér Holdnővér című filmet? Például te? Én láttam. Azt hittem, hogy például te. Nem, én láttam. Azt magának Assisi Szent Ferencnek az élettörténete. Hogy a gazdag Firenzei, nem Firenzei, nem Firenzei. Nem, hát ő szerintem Assisiben élt. Nem csak utána? Szerintem. Én úgy emlékszem, jó. Ott is élt. Na mindegy, és gazdag szülőgyermekeként egyszer csak, már nem is emlékszem, hogy volt a filmben, hogy mi volt az a pont, amikor azt mondta, hogy ebből nekem elég. Elég a jó módból és a dőzsölésből. És azt elment, és akkor utána már kizárólag csak hát a virágokkal és a madarakkal beszélgetett. Hát nem, mert hogy hirdette ő az igét, csak mindig mondta, hogy először ő elmondja a madaraknak. Nem nevetjük ki. Kik vagyunk mi, hogy ki nem, hát ugye úgy volt, hogy ő elment háborúba harcolni. Tényleg, megsebesült, igen. Megsebesült, elfogták, megsebesült, egy évig ott valami fogságban volt, és ott tök szarul lett. Aztán hazajött, és akkor és akkor volt a fordulópont. És akkor volt a fordulópont, hogy kapott egyszer egy, hát egy löketet, amikor álmodozott, és akkor szólt hozzá az Úristen, hogy Ferenc, romokban a házam. Én most idézel? Igen, ezt vagy mondta. Próbálsz idézni? Hát próbálok Ferenc, idézni. Ferenc, romokban a házam. És légy szíves, tegyél meg mindent, hogy ez újra felépüljön. Ez nem volt rímbeszedve? Nem. Ezt a Isten azt a saját maga szokásos módján mondta. Ja. Csak Ferenc félreértette, mert ő azt hitte, hogy az Isten nem az egyházra gondol, hanem arra a templomra, ahol ő imádkozott, ami egyébként tényleg szar állapotban volt, és akkor eladta a lovát, eladta az apjának néhány cuccát, amitől az apja baromi mérges lett. Hát azt gondolom. És akkor meg is verte, de aztán később Ferencből. És akkor végül is akkor nem az egyházat építette föl, hanem egy-öt darab templomot. Igen, egy darab templomot. Uh-huh. Épített, és aztán nem mondta azt, hogy édes fiam, legközelebb légy szíves, jobban figyelj, nem rághatok mindent a szádba. És képzeld el, hogy Assisi Szent Ferenc például soha nem lett felszentelve papnak, és mégis ő a ferences rend alapítója. Nekem csak a filmes műveltségem van, hogy ő elment a pápához. Igen. És ott valami félreért, nem félreértés, hanem egyet nem értés volt. Tehát ő akkor szeretett ki a katolikus egyházból.
Mert hogy neki nem tetszett az a nagy fényűzés és dőzsölés, ami ott ment. Az egyáltalán nem tetszett neki. Tehát nála puritánabb ember, hát ne, itt azért van egy pár még azért a szobrok között, de, de hogy ő végül is neki ez volt a, az ő tanításának a veleje, nem? Igen, tehát hogy... Tehát, hogy a... nincs, de minden földi jót el kell magunktól tolni. Igen. És lyukat kell vágni a fejünk tetején a hajunkba. Igen, azt mindenképpen. Azt is ő találta ki, nem? Találta ki, igen. És te ezt követed. Ja, abszolút. És ő találta ki, ő utána szólították egymást a testvérnek a katolikus egyházban. Akik, igen? Igen, mert hogy ő találta ki ezt, hogy fráter. Aha. Jó. Jó, én hát még annyit hozzáteszek, hogy a Napfivér Holnővér című filmet, azt életem első szerelme miatt néztem meg. Aztán és megbántad? Együtt néztük meg. Nem éreztem a rendkívüli különlegességet a filmnek, de azóta már láttam még, vagy háromszor, négyszer biztos belefutottam és megnéztem, és én nagyon szeretem. Bármennyire is gicsesnek mondják, de Cefirellinek az összes filmje gicses. Van olyan szög, ahonnan nézve mindegyik az. Nyilván ez is, de én nagyon szeretem. Nagyon szeretem. Ez nem mondható el Bodhidharmáról, mert nem, én nem ismerek filmet róla. Van Bodhidharmáról valami nagy hollywoodi alkotás? Nem, a hollywoodi biztos hát, nem. Mahatma Gandhi Gandhi rengeteg, gyerekek, rengeteg. Ne kelljen külön elismételnem. Rajtuk is végig megyünk? Persze. Itt segítséget kérek. Ez ami? A golyó. Igen, ez a nagy közös. Igen. Ami mindegyikben közös, oké. Okay. Tehát itt ennek az egésznek a koncepció, ezt még én is tudom, hogy bár látszólag különböző dolgokban hiszünk, de végül is van egy nagy közös, hát itt jelenesetünk be egy kicsike közös. Én azt hittem erről, mikor olvastam erről a szabadcsoportról, mert már elfelejtettem, hogy jön a közepén. Az hittem egy nagyobb gömb van, de hát ez sem. De nem, ez hát egy kisebb, mint egy tekegolyó. Remélem, hogy nem ennyi a közös bennünk. Na és akkor ezért van a nagy világvallások egy-egy igen. vezetőjéről megmintázva egy-egy szobor. Ugye itt van mindjárt mellettem Lao Tse. Őt Lao Tse-nek, vagy Lao Tse-nek mondjuk? Hát, ha kínai lennék, akkor biztos másképp mondanám. Mondjuk a Wagner Tibort, Wagner Tibornak mondjuk, akkor Lao Tse-t is mondhatjuk Lao Tse-nek. Nem támogatom a mesztelen felső testtel való napozást, és csak mondom, meg közben látom, mert holnap bőrrákot fog kapni, de mindegy, le van szarva. Mert ne térjük vissza Lao Tse-hez. Lao Tse, mondjuk jó, legyen Lao Tse, neked van igazad egyébként. Hogy közben illetlenül fogdosom a szemöldökét. Például neki köszönhetjük a Ying és Yang jelet. Tehát ő volt az... Nem mondod. De. Tényleg? Igen. Az ezt ő találta ki? Ezt ő találta ki, mert hogy neki volt az alapfilozófiai tézise az, hogy, hogy a világ úgy működik, hogy az ellentétek. Ismerem a jelnek a igen. jelentését. De ezt ő találta ki. És Ying és Yang, vagy Yin és Yang? Hát én Ying és Yangnak mondom, de... Szerintem ez csak Yin és Yang. De ez is nem lehet. Biztos. Mert a pingpongból indulsz ki. Lehet. De az is lehetne pingpong. De nem pingpong, ez pingpong. Na mindegy, tehát ezt köszönhetjük többek között neki. Másrészt ő is egyébként a meglehetősen... Ő is Kína, nem? Ő is Kína. De jóval később. Jóval korábban. Jóval korábban? Jóval korábban, mint... Mint Dharma? Mint Dharma. Mint Bodhidharma? Hát úgy durván 1200-1300 évvel korábban. Ő Konfuciusnak volt a kortársa, és Konfucius nagyon-nagyon tisztelte egyébként Lao Tse-t, vagy Lao Tse-t. Mi hívjuk Lao Tse-nek. Lao Tse-t. Pont azért, mert hogy az ő gondolatvilága az egy nagyon letisztult gondolatvilág, és tényleg nagyon egyszerűen próbáltam mindig megfogalmazni azt. De várjál, de ő melyik vallás? Ő a buddhizmus, nem? Hát ezt meg úgy hívják, tehát hogy ezt taoizmusnak is hívják egyébként. Jó, de az értem, de hogy mi a nagy? Tehát, hogy hát ebből a szempontból ő nem volt, tehát hogy nem mert a buddhizmus buddha. Igen. Inkább azt mondanám, hogy őt egyébként talán a mondjuk ilyenek a világvallásnak a nevét. A taoizmus. Igen? Igen. Tehát, hogy ez egy más. Mondjuk ő például, tehát hogy ő azért annyiból kilóg a sorból, hogy egyébként őt mondják sokan a materializmus alap... Hát aki a te istened. Igen. Tehát aki ezt képviselte sokkal inkább, tényleg. Mint az. Igen. Hogy a...
hogy az istenek intézik el a dolgokat. Tehát, hogy ő az például... Jó, hát ez a buddhizmus sem mondja, hogy az istenek intézik el a dolgokat. Jó, nem a buddhizmus, meg nem mond semmit szerintem. Legyen ez az adás címe, jó? Hogy például ő, az ő példája az, hogy, tehát, hogy mi a megengedés, hogy mit kell csinálni, hogy például ő azt mondta, hogy nem kell csinálni semmit. Tehát, hogy vegyünk példát például a vízről és a kőről, értem, tehát hogy, hogy a víz megkerüli a követ, az szevasz, aha, és tovább folyik. Tehát, hogy ne kelljen, ne legyen már ez az állandó harc. És akkor így. Mindegy, hát ő a taoizmusnak a... Jó. Mondjuk felkent pápája. ez nem hangzik jól. Buddha. Ő Buddha, de miért nincsenek kiírva? Ott van. Hol? Ja, kívül van. Kívül van. Ja, és te látod is. És én látom is. Tehát Buddha... Gazdag szülők gyermeke. Iszonyú gazdag szülők gyermeke volt, de ugye ő meg Indiába élt, egy nagyon-nagyon-nagyon gazdag családban, és nagyon-nagyon sokáig. Olyan, ez mi a kezében? Ezt tudnunk kell? Ez vagy drága kő? Nem. Nem? Tehát, hogy annyira gazdag családban élt, hogy ő nem találkozott. Egy gazdag családban? Tehát, hogy ő ki sem mozdult valójában abból a körből, abból a közegből, ahol mondom, ő felnőtt. Mint a NER lovagok. És aztán négyszer ment ki. A házból? A házból. És ez mind a négyet tudjuk, hogy milyen okból? Azt nem tudom. Vannak évszámaink? Azt nem tudjuk, hogy milyen okból, de azt tudjuk, hogy négy olyan élményért, tehát találkozott egy beteg emberrel, találkozott egy temetési menettel, aki egy kisfiút vitt, találkozott, mindegy, tehát, hogy négy olyan élmény érte, ez a négy élmény... Hogy egyszerűen azt mondta, hogy ez így nem jó, aha, tehát az az élet. Nem kellett, az... Nem kellett neki sok, hogy elboruljon. Igen, és azt mondta, hogy ez nem élet, és akkor ő először az kéta lett. Ami azt jelentette, hogy ő elvonult, gyakorlatilag alig evett, alig ivott. Ekkor ült ő a fa alatt sokáig, nem? Hogy hívják, ilyen, tehát ilyen farakása ágyakon aludt meg ilyeneken. Tehát, jó, hogy, de mielőtt megvilágosodott, ő is egy helyben ült. Igen, és akkor az volt, hogy akkor kurvára megbetegedett, ment, de neki nem száradtak le a végtagjai? Neki nem száradtak le, de nagyon megbetegedett, és akkor rájött, hogy az aszkétizmus az... Az nem vezet sehova. Az nem vezet sehova, és akkor ő volt az, aki azt mondta, hogy keressük a középutat, tehát, hogy ne legyünk sem... Önpusztítók, sem pedig ez a tomboló, az élhajház. Igen. És ebből alakult ki az ő... Tanítása, hogy amit akkor még nem buddhizmusnak hívtak. Akkor még nem buddhizmusnak hívtak, de aztán de később az lett. Ja. Jó, az életéről még valami érdekesség? Nagyon sokáig élt. Igen? Épp azt akartam mondani, az én fejemben olyan, mintha egy fiatalon meghalt ember. Nem, ő nagyon sokáig élt. Mondjuk a legtovább Ábrahám élt. Na, menjünk oda. Ő 175 éves korában halt meg. Aha, jó. Hát az írások, szerint. Tudjuk, hogy miért ilyen kínos pózban van megörökítve? Én csak feltételezésekkel érhetek. Ugye Ábrahám az, akit mind a három nagy közismert világvallás ugye úgy tisztel, mint profétát, mint a vallásnak az egyik nagy, nem is alapítóját, de majdnem. Tehát a zsidók is, a muszlimok is, és a... A muszlimok is? Igen. Ó. Oh. Ez az Ábrahám, aki benne van a Bibliában? Ez az Ábrahám, aki benne van a Bibliában. Akinek szintén nem Ábrahám volt a neve, ezt a Jóisten cserélte le az ő nevét. Jóisten a nagy semmitevésében néha, hogy viccből átnevezett embereket? Mert az Ábrahám név... Mert mikor élt Ábrahám? Ábrahám kurva régen élt. Ja, amikor még több száz évig éltek az emberek. Persze, hát 175 éves koráig. Hát figyelj, ő Ádámnak a 20. és Noénak a 10. leszármazottja. Jó, akkor itt jött el az inflexiós pont, amikor meg kell említenünk azt, hogy az összes eddig felsorolt ember bizonyítottan élt, igen, bizonyítottan ember volt, és emberként is halt meg. Igen. És ezt azt tanítottak annak alapján, amiket ők életükben megtapasztaltak. És érkeztünk Ábrahámhoz, aki ugyanúgy tekintető mesehősnek is, nem? Persze, abszolút.
És tehát miután... pont annyira igaz az ő története, mint bárki másnak, akit a Biblia megemlít. De én azt gondolom, azért van így ábrázolva, mert mindenki más, az történelmi ábrázolásokban ismerjük valamennyi az arcát. Hogy őről meg semmi tehát sincs. Őróla meg semmi sincs. Hát akkor is lehetett volna találni valamit. Hát ezt találta a művész. Hogy fekszik. Hát Isten előtt imádkozik. Igen, és a fejére borítja? Fejére borítja, ezért, mert hogy ott is süt a nap, tehát ahol ő élt. De akkor figyelj, akkor ő itt most nem egy darab világvallást? Nem, ő az összes. Tehát, nem, tehát nem csak a zsidóknak van itt a képviseletében? Nem. Ő az összes világvallás képviseletében itt van. Ez érdekes. Ezt se tudtam, baszki, mennyit tanulok ma. Na nézzük a piros pacsizni akaró fáraót. Eknaton fáraó. Kérlek szépen, Eknaton fáraó. Most Eknaton? Hát Eknaton. De ne figyelj, tehát az ő nevét, ha nem írják 20-féleképpen, akkor egyféleképpen sem. Mert ő sem kortársunk volt. Ő sem kortársunk volt, ő az időszámításunk előtt 1200 környékén élhetett talán. És ő volt az a fáraó Egyiptomban. Aki 3 számmal nagyobb papucsban járt, ezt most látom. Aki drámai változásokat vitt be a egyiptomi vallási életbe. Figyelj, már helyezzük már időben, tehát amit mi tudunk Egyiptom történelméről, mondj egy nagyon híres fáraót. Eknaton. Tutenkhamon. Mondjuk, akiknek ismer, mondjuk hozzá képest 1000 évekkel messzebb van, nem, vagy ez egy bizonyos korszak, tehát például neki miért nincs piramisa? Tutenkhamon az ő fia volt. Nem mondod, Tutenkhamonnak az apja? Igen. Oda ment Tutenkhamonhoz, és azt mondta, hogy fiam, én vagyok az apád? Igen. Vagy Kámon, én vagyok az apád. És mondjuk elég furcsa dolgok derültek ki Tutenkhamonról, mert hogy nem Tutenkhamonról, hanem Eknatonról és Tutenkhamonról, hogy Tutenkhamon az vérfertőzésből született. Tehát, hogy Eknatonnak valamelyik felesége az egy közeli nőrokona volt. És... Tehát Tutenkhamon volt a fattyú, nem fattyú, hanem ő volt a vérfertőzött gyerek? Hát ő volt. Tehát ő volt, de és Eknaton meg volt a bűnös? Hát ebből a szempontból igen. Másrészt viszont egyébként pedig azt mondják... Akkoriban még ez nem volt akkor a bűn. Akkor nem, mert hogy ő is... Tehát az ő szülei azok meg első unokatestvérek voltak, tehát... Jó, Tibi, visszaigazolva látom Eknatonnak ezt a furcsa testméreteit, az, hogy a feje akkora, mint az egész maradék teste körülbelül, és hogy ilyen kis pocakos vézna. Tehát például az ő ábrázolásában, vagy az ő ábrázolását, igen, azt mindig is egy kicsit ilyen feminimnek alkották meg az akkori ábrázolást. Egyébként pedig egy nagy, azt mondják róla, hogy egy rendkívül intelligens, rendkívül korszerű elveket, akkoriban korszerű elveket valló. És mitől ő van itt az összes fáraó közül? Mert Egyiptomban ugye alapvetően ugye egy többistenhites rendszer volt. Igen. Eknaton volt az, aki egyistenhitre cserélte ezt a többistenhitet, és ő volt az, aki a napot tette meg a vallás a fő szimbólumává. Ha dolgozatban az lett volna, hogy Egyiptomban volt-e valaha egyistenhit, akkor azt mondtam volna határozottan, hogy nem. De ő alatta volt. De érdekes. És azért nincs egyébként neki látványos sírja, mert aztán később a halála után nem sokkal, azt hiszem Horemheb fáraó alatt, az mit tudom én, 3-4 generáció, igen, vagy fáraózás, visszatértek a szokásos vallásukhoz, tehát amit egyébként nagyon hosszú ideig folytattak, és minden, amit Eknaton nevéhez fűződik, azt mindent leromboltak, tönkretettek. Jó, akkor ez csak egy kis kitérő volt. Ez egy nagyon rövid időszakban. És mégis ő az, aki egyébként... Akit Wagner Tibor, igen, kiválasztott az összes az ő felesége, Nefertiti. Ó, az valami nagyon ismerős lenne. Azt lehet... tudod, az a nagyon jellegzetes melszobor, az a gyönyörű. Az ő? Ő felesége. Ó, az oroszlán az altestű? Vagy ez nem az? Nem, őróla inkább csak melszobor, vagy igen, tehát, hogy ilyen. A feje volt egy nagyon jellegzetes az ő feje. Tehát ő, az egy nagyon híres asszony. Jó, mondjuk ki még egyszer a nevét. Eknaton. Eknaton. Láttam egy filmet, nem egyszer őróla,
De ez régebben? Hát ez elég régen volt már. Igen. És ott úgy ábrázolták a bukását, hogy ugye ő a napot tette meg. Igen. Jelképnek. És ugye azért az egyműtömi csillagászat az viszonylag jól működött, és akik fenekedtek ellene, ezt nem árulták, vagy hát ezt nem hozták annyira nyilvánosságra, és szerveztek egy ünnepséget, ahol Eknaton volt a, ugye Merő volt a fáraó, tehát a díszvendég, de úgy időzítették, hogy az az ünnepség az a napfogyatkozás idejére essen. Ó, hogy ezzel hozzák őt zavarba? Hogy ezzel hozzák őt zavarba, és ezzel ássák meg az ő és az ő vallásának a sírját. De gonoszak, de gonoszak. És Eknaton fáraó nem volt tisztában azzal, hogy ez csak egy egyszerű égi mechanikai jelenség? Hát ő még csak tisztában volt, de a tömeg az nem. Ja, hogy kiszerettek hát, belőle. Igen. És az ő általán. Hát, hogy igen, tehát, hogy az mekkora hülyeség rá, meg, hiszen nyilván az Istenek ezt el akarták jelezni, hogy Eknaton bukjon meg. Figyelj, utoljára hagytuk a híres japán fokhagyma termelőt. Magát Jézus Krisztust. Hát figyelj, hogyha... Ha valakiről, nem, van-e még valaki, ha máshol nem, hát a magyar podcast világban, akik ennyiszer, ilyen alapossággal, ekkora tisztelettel, és ilyen profánul is meséltek ennek a nagyszerű embernek az életéről, hát az mi vagyunk. Azok mi vagyunk. Nem tetszik a szobor felső része, tehát ez semmilyen más Jézus ábrázolása nem hasonlít, ez a fej. Nem pontosan értem, hogy miért is csinálta így a mester. De jó, legyen így. Azt viszont én olvastam, de nyilván te is olvastad, hogy tovább akarta csinálni Wagner Tibor, hívjuk Wagner Tibornak, ezt a szoborcsoportot, csak meghalt, és még elkészült Szókratész fejével. De az hol van? Akkor mégse kér, akkor itt lenne. Hát ugye van egy ez a szoborcsoport is azt hiszem még 6 másikkal kiegészített Tokióba. Ja, hogy az bővebb? Az bővebb a tokiói. Meg, de ez már tényleg ez lehet, hogy csak valamikor régen olvastam, de az is lehet, hogy egész más szoborcsoportnak kapcsolatban, mintha elloptak volna szobrokat ezek közül. Te nem olvastál ilyet? Hát megrongálták, lefűrészélték az egyiket. Tényleg? Igen. És akkor 2006-tól 10-ig. De miért csinálta ezt valaki? Mert gondolom, hogy hülye részek, azt nem tudom. Hülye részek egy kurva nagy fűrészsel, egy ekkora vas szobrot? Hogy? Hát ez nézd már, Kong az ürességtől. Hát, de Tibi, azért megnézném, amik még te ezt keresztül fűrészeled. De Gandit, azért a békon lábával. Gandit a két fogpiszkálóját el lehetett törni, igen. Na, több tiszteletet Gandi mesternek. Na, szóval ennyit. Jó van, Tibi, nagyon szépen köszönöm, nem reméltem ennyi új információt. De lehet, hogy ez egyszerűen csak arról van szó, hogy én hülye vagyok. Jó ezekről tudni. De mondom, az, hogy Bodhidharmáról semmit nem tudtam, tehát azt sem tudtam, hogy él, létezett valaha. Igen. És mégis milyen érdekes dolgokat aztán olvastam hát róla. Hát ez, hogy élete egy szakaszában ezért dán váltóőr volt, ez nagyon meglepő, Tibi. És nem láttál olyan ábrázolást, ahol nem volt sekezese lába? Nem. Jó, annyi időm nem is volt, hogy ennek mélységesen utána nézek Bodhidharma ábrázolása. Tibi, én azt mondom, hogy tartsunk egy kis szünetet, jó? Legyen jó. Egy kis zene. És utána megbeszéljük, lehet kicsit teszünk-veszünk, megnézem a felvételt, elmentem, hogy az meglegyen biztosan, és akkor újra bekapcsoljuk, és az a tervem, hogy elsétálunk innen egészen a Gellért szoborig. Jó. És akkor te úgy tudsz hazamenni, hogy onnan majd csak lesétálsz, és felszállsz a villamosra, és haza villamosozol. Jó. Én meg az automobilba ülök, és akkor én meg visszajövök erre. Jó az? Jó az. Na, akkor egy kis szünet után visszajövünk.
Na. Na, sétáljunk. Mikrofonod jól van? Jól van, hagyjad. Sétáljunk az Orom utcán végig. Sétáljunk az Orom utcán végig. Ez Budapest egyik legmenőbb utcája szerintem. Szerintem is. Jó, nem tudom, hanyadik emelet el kell lakni, hogy a kilátás is frenetikus legyen. Hát onnan. Hát onnan biztos. Biztos, hogy tökéletes a kilátás. És az, hogy egy park, egy hegy. És egy zsákutca. Egy zsákutca a város közepén. Én azon csodálkozom, hogy az itt lakóknak nem sikerült elérni, hogy akárki ne jöhessen ide be. Hát ugye miután ugye vannak ezek a látogatók, mint például mi is. Mint például mi is. Hát mondjuk én gyalog jöttem, ezek meg ugye simán ide lehet kocsival parkolnak ide. Hát de én is. Jó, mondjuk te is, az igaz. De miért baj? Hát itt egy utca. Jó, az igaz. Mondjuk azon csodálkozom, hogy szaros 550 forint egy órai parkolás. Most még. Lehetne 3000 is. Na nézzük, Tibi, melyik házba. Ez se rossz. Amúgy nem rossz, ez sem. Ez is egy elég régi. Nézzük meg, kik laknak itt, Tibi. Mészáros Lőrinc. Említsük meg név szerint az itt lakó embereket. Ilyet, Tibi, te el tudod képzelni azt, hogy azok az emberek, akik itt laknak ezekben a házakban, azok saját jogon teszik mindent, tehát hogy sokkal okosabbak, iparkodóbbak, kitartóbbak, mint mi vagyunk. Vagy a másik lehetőség, hogy örökölték. Tehát, hogy mert ugye régen ez nem volt annyira menőség. Hát, nagyon nem. Azt mondja, hogy Vartus Péter, Nagy Antal, Nyikos Ferenc. Mit lakik Kardos doktor? Kardos doktor. Petsz Gábor és Sáradi Judit is itt lakik. És Hafner Kálmán. Aki kettő csengőt is birtokol. Kérem, hogyha a hallgatóink közül van valamelyik. Akkor hívjon már meg bennünket. Akkor egyrészt fogadjon, egy esti vacsora. Fogadjon örökbe minket. És addig is, amíg meg nem hal, addig szervezzünk néha közös palacsintasütést. Esti borozás. Esti borozás a filozófusok kertjében. És utána fent a erkélyen, és nézzük Budapest esti fényeit. Ha én itt laknék, abszolút úgy kezelném, hogy ez a park az enyém. Helybély, Fekete, Nomlók Kft., Gerendás, Ritter, Balázs György, itt Kovács, Balázs Doki. Bacsa Zoltán. Ő megérdemelni, ha még élne. Balázs doktor. Hát a fia az én házi orvosom. Nem. Ennél van még egy elhíresebb Balázs, az építőanyag tanszék vezetője. Ja. Aki Lalinak, ugye a világ legokosabb emberének tarokpartnere volt, vagy nem tudom, már keverem ezeket. Menjünk át a túloldalát, innen nem látjuk a házakat. Jó, most felélegezhetnek az Orom utcában lakók, nem olvassuk föl mindenkinek a nevét. Azért laknál itt is, Tibi. Laknék itt is, de ez nem az utcáról nézve nem jó. De lakni biztos, hogy de jó. De például az utcáról, tehát az utcán sétáló magunk fajta idióták nem láthatnak be az erkélyre legalább. Igen, viszont lehet mesztelenül lapozni. Lehet mesztelenül palacsintát sütni. Ez viszont gyönyörű, ez a ház. Gyönyörű erkéllyel. Nekem tetszik. Nem rossz. Spikeyval milyen lyukat tudnál itt sétálni? Ó, összepajtizna minden kutyával. Ilyen bátran sétálunk az út közepén. Hát, mert nincsen forgalom. Ugye, velünk szemben parkolok én. Ó. Oh. Ide kellett parkolnom, nem ott lent álltam meg az elején, mert kellett találnom egy parkolóautomatát, hogy a számot meg tudjam nézni. Később is megemlékezhetünk arról, de emlékezzünk meg most, hogy a Gellérthegynek ez a rész, amin most sétálunk. Igen. Ez a város talán legszegényebb rétegének volt a lakóhelye. Tehát itt az igazán szegény emberek éltek. A Gellérthegynek ezen az oldalán, és végig lenne a Tabánban is. Tehát ahol most park van, ott is disznók, nagyon, nagyon tanulságos. Kocsmák.
Nem, az már lenne a Tabánban. Ja, az már itt a hegyoldalban nem. Ez nagyon ritkán lakott volt. De, ide, de ki jött föl ide? Senki nem jött föl ide. Persze. Csak a legszegényeknek muszáj volt. Igen, tehát érted, jöttek Budapestre, mit tudom, Debrecen melletti kis faluból, és már csak itt volt hely. Csak mondták, hogy oh, az meg a Orom utca. Oh. Jó. De, de anya, innen minden nagyon messze van, mondta ekkor apa. Miért nem megyünk oda le a városba? Igen. De hát ott már laknak, apa. Oh, mondta ekkor apa. Milyen jó madaraknak, azok mindig ott vannak, hol akarnak. Itt egy üres telek. Tessék, kiadom egy lakás garázsal együtt. Na. Azért jók ezek, Tibi. Bármilyen randák, némelyik ház. Igen. Azért. Ez se rossz. De hát most jövünk el a legvalószínűtlenebb épületek. Igen. Részéhez. Kicsit megint fúj a szél, bocsánatot kérünk, hogyha nagyon hangos a felvétel. Ez van. Majd leiratozzuk és megkapjátok nyomtatva. Ezt az épületet én imádom. Én nem imádom, mert ezen nincs mit imádni, hanem én egyszerűen csak nem értem. Tehát hogy került ide ez a ház? Mindig eltervezem, hogy utána nézek, hogy mi ez. Na, egyszerűen már utána is néztem, de, én is. De semmi érdekes. De egyébként nincs benne túl sok érdekes. Tehát valaki egyszer építette. Ez volt egy szálló, nem? Vagy nem emlékszem. 1914-ben épült. Tényleg, ilyeneket tudsz? Ott van fölírva. Ja, föl van írva. Hol van? Ott. Ja, ott van tényleg. És tényleg Vajna, mondj már keresztnevét, Vajna Tímán férje. Tudom. Andy Vajna. Tényleg Andy. Andy tényleg itt lakott? Nem. Én úgy tudom, hogy itt lakott. Igen. Én úgy tudom, hogy itt lakott az egyik torony lakásban. Azt tudom, hogy most valami kavarás van az épülettel. De laknak benne? Szerintem nem. Mondjuk fura dolgok vannak. De pénzügyi kavarás is van benne. Meg... De ez valakié? Ez valakié. Ez a bejárat, ez abszolút olyan, mintha egy szálloda lenne, nem? Teljesen. Fura egy ház. Van ennek valami neve is, de elfelejtettem. Itt is laknak egyébként. Na jó, nézzük meg, kik laknak itt. Na nézzük. Itt már gyanúsan nem kétütemű Warburgok parkolnak. Ja. Nem, olvastam. Kft. 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 Valamint van Xiaoping. Ó. Deng Xiaoping itt lakik? Itt lakik, van Xiaoping. Orom ingatlan hasznosító, Orosgyopár Kft. Orom ingatlan hasznosító, Tit Kereskedelmi Kft. És van Xiaoping. Ki lehet ő? Wang Xiaoping. Ki lehet Wang Xiaoping? Hát ez nem tudom lefényképezni. Fényképezz már a telefonoddal, hogy megegyezzük. Wang Xiaoping. Mindjárt jön a ügyelet. Hát most mi, nem szabad itt állnunk? Oké, legalább két kamera figyel minket, de... Szerinted hallják is, amit beszélgetünk? Biztos. Tényleg. Nem hiszem. Szerintem paranoiás vagy. Hát figyelj, ha lerohannak bennünket, és lelöknek a Gellért szobornál. A Gellért szoborról égő szekérben lelöknek minket. Picit nézzük már a Dunára. Ja nem, onnan jobban lehet majd látni. Na és elérkeztünk ahhoz a házhoz, ami nekem a legjobban tetszik. Én itt szeretnék lakni, Tibi. Neked ez nem tetszik? De egyébként nem, nagyon, nem rossz. Nagyon, nagyon, nagyon. Itt ezen a teraszon. Bár itt azért félnék egy kicsit, hogy itt bárki fel tud kapaszkodni. Ez nagyon jó, Tibi. Vagy ott fönt? Ott fönt. Ott fönt, igen. És nézd meg, előttük még a fákat is kivágták. Tehát nekik... Ultra menő kilátásuk van. Nekik elvehetetlen panorámájuk van. Az itt is van kamera rendesen. Igen. Mondjuk ezt megértem. Nekem ez nagyon tetszik, Tibi. Nagyon, nagyon, nagyon. Én tudod, én nem vagyok egy irigy ember, de ilyen esetekben elönt az irigység. Tehát ők miért itt laknak? Miért ők laknak itt? Mert ők a vagyonos réteg. De ügyesebbek, mint mi? Okosabbak, mint mi? Hát ügyesebbnek biztos. Okosabbnak nem biztos. Jó, ha ügyesebbek, akkor megértem. Gyere, nézzünk egy kis panorámát, mert onnan már csak a szobortól fogunk.
Hát nézd meg, milyen gyönyörű város, Tibi. Nagyon szép. Budapest szép. Innen messziről nem is látszik, hogy egy varangy uralkodik rajta. Pedig de. Ezzel arra gondoltam, hogy ezt az adást mindenképpen úgy kéne végigcsinálni, hogy sem a kataszó nem hangzik el, semmi ezzel kapcsolatos indulatszó, és megpróbálunk úgy viselkedni, mintha nem ebben a városban élnénk, és nem ebben az országban, de nagyon nehéz. Nagyon nem nehéz. Nem könnyű. De majd pénteken az adásban. Majd pénteken megbeszéljük. Jó, hát a Tao-t említettem. Ez igaz, tényleg a Tao elhangzott. Na tessék, nézd meg, aki most jött motorral, az itt lakik. Most úgy néz ki, tényleg úgy néz ki ez a két ember, mintha nálunk okosabb, ügyesebb lenne. Hát mindjárt oda megyek, megkérdezem. Nézd már, milyen kupleráj van a garázsban. Ó, bazd meg. De várjál, ezek laknak itt? Nem, szerintem ők csak munkások, akik jöttek. És használják a garást? Hát megengedtek nekik, hogy a kódot tegyék a motort. Hát nem. Menjünk innen, Tibi. Menjünk innen, mert mégis lesznek indulatszavak az adásban. Jó, ez a fiatal pár valószínűleg csak szembesült azzal, hogy a zsákutca is visszafordul. Igen. És tehát, hogy na, nézd meg, tehát, hogy oké, amit eddig elmondtunk, hogy ezek a házak milyen csodálatos tulajdonságokkal rendelkeznek, tehát kilátás, park, zsákutca, mit tudom, neki még erdője is van. Igen. Tehát a közvetlen mellette lévő részben erdő van. Tehát ha arra vágyik, hogy kimegy az erdőbe, akkor csak ide. És erre nem jár senki. Hát erre nem. Tehát tényleg senki nem jár erre. Tehát ez mondhatja azt, hogy ez az övé. Tehát ezt lekeríteni, észre sem venné senki. A faszom. Nem akarok irigy lenni. Én igen. Nem, én sem szeretnék. Tehát szeretnék olyan kurva gazdag lenni, hogy ne kelljen irigykednem. Hogy rád irigykedjenek mások? Igen. Inkább. Na most besétálunk az erdőbe. Hát, kicsit félek. Ne félj, Tibi, amíg engem látsz. Istenem. Először is azt vettem észre, hogy rengeteg madáretető van a fákon. Igen? Aha. Hol? Például itt is van egy. Hát egy. De nem, de már láttam szerintem, vagy tizet. Tényleg. Aha. Hát lehet, hogy lelkes természetvédők, akik nem ebben az utcában laknak, azok csinálták ezt. Visz, mennyivel kellemesebb itt? Jobb itt. Az idő. Próbálok nem arra gondolni, hogy nekem ezen az lejtőn még fölfele visszafele kell majd jönnem. Gyűlölöm a szintkülönbséget. Hát alapvetően én se szeretem. Hát ott, ha itt laknánk, akkor csak ide átsétálnánk, és 10 fokkal hűvösebb van. Jó, nem 10 fokkal, de... De van ez 10 fok. És erre mikor jártál utoljára, ha egyáltalán valaha? Szerintem még egyetem alatt. Emlékeim szerint. Mert nagyon sokáig én sem jártam a Gellérthegynek ezen az oldalán. Nagyon sokáig. De mostanában meg már egyre többször. Tehát például azon a részén, a Duna felüli részén van egy sétáló út, ami végig. Az olyan, mint amiket szoktak mutatni milliós látogatottságú youtuberek, hogy a világ legszebb sétáló útja, meg a legveszélyesebb, nem tudom mi. Na az ott baromi jó. Nem fogunk most végig menni, pedig érdemes lenne. Azt imádom. Egyszer végig videóztam az egészet. Valahol meg is van a felvétel. Ott van Gellért. Mi van ott? Gellért. Milyen Gellért? Szent Gellért. Rossz fele jövünk, baszki. Nem baj, akkor ott leg... Most ott menjünk, és visszafele jöjjünk, vagy vissza... Nem megyünk vissza, csak előre megyünk. Hát Magyarország előre megy, nem hátra. Ott nem fölfele vezet az út? Nem, ott vissza lehet kanyarodni. És utána úgy van, hogy onnan nem is lehet arra a járdára lemenni, az, csak így. Aha. Akkor azt tudom, hogy akkor voltunk itt, amikor még a valamelyik vásárhelyi napok. Nem, dehogy is, nem, amikor végeztünk az egyetemen. És ugye akkor még volt szokásban, akkor már ez kezdett kikopni, hogy mosóport szórsz a
Gellért szobornak a víztározójába. És ja, és hogy habozzon? És ti ezt megcsináltátok? Nem, aztán végül is lemondtunk róla. De gyáva egy kutyák vagytok, és egyébként meg milyen szar ötlet? Egyébként igen. De volt, aki megcsináltuk, úgyhogy kihabzott egész a Erzséget. Láttam ilyet, én is, igen. Na. Na jó, közben elmondom neked, mert valahogy ez is szembe jött egy ilyen, azt hiszem az építész kamara, vagy valami ilyesminek a honlapján. A Gellért egy épített környezetének leírása és értékelése. És vagy ott, vagy onnan egy linken elkalandozva láttam aztán, hogy ezeket a sétányokat, ezeket az egzugos ilyen V-alakba egymást keresztező, igen, döntsük el, merre megyünk, mondta ekkor a híres műsorvezető a turistáknak, hogy ezt valamikor nyilván ezt is a 19. század elején építették, vagy még hamarabb egy kicsivel, és ami ma már nem érthető, hogy ez amikor ez megépült, a Gellért hegy, az egy teljesen kopár szikladarab volt. Tehát ezek, amiket most megyünk, ezek lentről, onnan lentről, ezek kurva látványos utak voltak. Úgyhogy végig ilyen kandelláberekkel meg volt világítva, tehát ez egy igazi látványosság volt. Tehát most a fáktól semmit nem lehet látni. Mi lehet ez a 13-as szívszám? Hát, hogy 13 éve szeretik egymást, és akkor ide kijöntötte a fiú a lánynak. Vagy a lány a fiúnak, vagy a lány a lánynak, vagy a fiú a fiúnak. Gellért püspökről azért nem fogunk már beszélni, mert egy fél adást szenteltünk neki annak idején. Már gyakorlatilag mindenről beszéltünk már adásban. Hát... Na szóval látod ezeket, ezek a cikk-cakkos, egymásba futó... Bármint Dharmáról nem beszéltünk még eddig. Igen, akkor tehát ezt most bepótoltuk. Bepótoltuk. Ez Bódi Dharma. Vagy Bódi Dharma. Melyik? Tudom. Ja, hiba javítást, ezt elfelejtettem majdnem. Wagner Nándor, én rendszeresen Tibornak mondtam, bocsánatot kérek. De még egyen lejjebb kell menni, nem? Én nem tudom. Hát hol láttuk? Nem egyen lejjebb láttuk? Hát itt van, ott. De innen le... De nem ott kell lemenni, és az visz oda? Ja, hogy ez? Igen. Mondom, ez bonyolult. Jó, akkor menjünk. De várjál, nem biztos. De az visz. Jézusom, és nekem innen vissza kell jönnöm még föl. De hülye ötlet volt ez a részemről. Na, addig elmondom neked, Tibi, hogy miket terveztek a Gellért hegyre. A reformkor hajnalán, úgyis, mint a 19. század elején, hatalmas tervekkel vágtak neki, hogy mi legyen. Az a baj, nincsenek nálam a jegyzeteim, tehát lehet, hogy időrendben is össze-vissza fogom mondani, meg mindenféle szempontból hibás dolgokat fogok mondani. Tibi, de ha most egyen lejjebb jövünk, akkor nagyon megverlek. Nem, ez jó. Szóval voltak olyan tervek, hogy ide épüljön egy nagy nemzeti panteon, és hozzák ide az összes fellelt királyunk maradványait, és országunk nagyjainak maradványait, és egy fönt egy kurva nagy épületben helyezzék el. De olyan volt, hogy ez már majdnem meg is valósították, de aztán ugye jöttek a sajnálatos események, és aztán miután a labancok leverték a szabadságharcunkat, akkor biztos, ami biztos, felépítették a citadellát, hogy onnan lőjék szét a legközelebb hülye ötletekkel előálló magyarokat, és így egy időre lekerült a napirendről, de aztán, amikor megvolt a kiegyezés, utána megint a legváltozatosabb ötletek voltak, tehát például azt ide be se tudunk menni, le van zárva. Ó, Gellért püspök szobra felújítás alatt áll. A betyárját tényleg. A mindenit, de megérte. Jó, nem. A vízesés meg egy szinten van. Az meg egy szinten lejjebb. Én oda már nem megyek le veled. Akkor most innen nézünk. Innen nézünk szerte szét. És volt egy olyan ötlet, hogy egy akkora épületet akartak építeni a citadella helyére, vagy nem, ezt már pontosan nem értem, vagy a citadellát kiegészítendő, valami nem tudom mi, hogy a szent
nem a Szent Pál katedrális, hanem melyik, ahol a királynőt koronázzák meg, az összes angol királyi sarjot? Nem, az a Szent Pál. Nem. Nem. A Westminster apátság. Ja, igen. Hogy annak az életűmását egy az egybe felépítik. Hülye ötlet. Volt egy olyan, hogy egy kurva nagy világító torony lett volna, előtte egy több mint 100 méter magas nő alak, meg mennyi 100 méter, Tibi? Ez kurva nagy 100 méter. Hát figyelj, a Erzsébet hídnak a pilon magassága az a 30 valami. Szerintem, szerintem sincs 50 se. Hát talán nem, lehet, hogy van 50. De lehet, hogy van 50 is. Jó, de egy 100 méteres szobor az nagyon nagy. Onnan tudom, hogy nagyon nagy, mert oda volt írva, hogy ez néhány méterrel nagyobb lett volna, mint a New York-i szabadságszobor, és ennek a jobb kezében lévő fáklya égett volna, nem csak összekalapált lófasz. Én tudod, mit tervezek még? Hogy egyszer bemegyek a Erzsébet híd pilonjába, és fölmegyek a tete odalt. Akkor te egy hülye vagy. Miért mennél bele? Mi a bánatos lófasznak? Mert föl lehet menni, és körbe lehet nézni. Hát akkor már miért nem inkább a Lánchídnak a tetejére, ahol sokkal kényelmesebben föl lehet menni, mint egy 2 méter x 1 méteres lyukban végigmászni 50 métert magasságban. Nem tudom, valahogy ez így... Nem, ez egy hülye ötlet, Tibi, akkor inkább arra menjünk. Vagy fel lehet menni a Megyeri hídnak a tetejére is. Nem lenne jobb? De ez itt van. Innen. Jó, ez itt. Ez igazad van. Ez itt van. De várjál, akkor még terveztek... Ezt már elfelejtettem. Pedig volt még. Valami nagyon nagy hülyeség volt még. Mindjárt mondom a legnagyobb hülyeséget, mikor jött a millenniumi ünnepségek ideje elérkezett, akkor is volt ami tervpályázat. Pénz is volt, minden volt. És volt egy, azt hiszem így volt leírva, hogy egy soha nem iktatott pályamunka, mert hát olvashatatlan volt az aláírás, vagy mit tudom én. Megküldte valaki. Az volt az indoklás, hogy minden egyes város, aki valaha világkiállítást, vagy ilyen kurva, vagy valamit csinált, épített valami monumentálisat. Eiffel torony. Mondj valamit te is. Valami. 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 Hogy nekünk is valami igazán grandiózusat kéne, és azt javasolta, hordjuk el a Gellért hegyet, és egy 1000 méter magas piramist építsünk a helyre. Voltak rajzok. Gyönyörűen nézett ki. Most nem tudunk oda menni. Nem, hát tudunk, csak nincs sok értelme. A Gellértet meg tudjuk nézni. Jó, menjünk közelről. Ha már idáig eljöttünk. Itt is csupa szegény ember élt. Tehát innen lefelé egész a Tabánék, amíg a szem ellát. Benne leszünk egy videóban, Tibi. Hát ennél közelebb nem megyünk, mert onnan már nem látjuk. Gellért püspök, kinek talán legfontosabb tevékenysége mi volt? Kinek volt a tanítómestere? Imre Hercegnek. Nem? Imre Herceg? Nem Istvánnak? Nem, szerintem Imrének. Én úgy emlékszem. De ez már régen volt. Aki szeretné megtudni, hogy kinek volt a tanítója, az hallgassa meg a Gombapresszó című podcast akkori adását. Ide vonatkozó adását. Mondjuk rá is fért már kis felújítás, de mondjuk nagyon nem dolgoznak rajta. Hát nem sürörgölődnek. Nem. Ez olyan fura, hogy melyik, mi az a fém, amiből a szobrok, hogyha vannak, akkor ilyen zöld lesz a előbb-utóbb a felszínük? Bronz. Nem. Ez a bronz? Szerintem ez a bronz. Hogy egyrészt miért csinálnak bronzból szobrot? Tehát mi értelme van bronzból szobrot csinálni? Bronz szobor, tehát hallottad már ezt a kifejezést. Igen, jó, ezt kevésnek érzem, mert ennyire lehetne baromi ronda szobornak is hívni. Egyébként azért, mert hogy ez a védőréteg, ami keletkezik rajta, igen, ez megakadályozza a további... Korróziót. Korróziót, igen. De akkor mi nem csinálják olyanra, mint a filozófusokat a filozófusok kertjében? Mert akkor, amikor ezeket csináltak, akkor még... Csináljanak újat. És ezt megdobják ki? Nem, állítsák ki egy méltó helyen. Tisztítsák meg. Én szeretem. Ahogy a Dávid szobrot is bevitték Firenzébe egy zárt helyre, és a másolatát állították ki a téren. Ide megcsinálhatnának alumíniumból egy... Hát nekem mindegy, miből van. De nekem de fényes legyen nekem. Nekem nagyon tetszik ez a matizöld, igen. Tényleg? Tényleg. Vagy csak most mondod? Nem, tényleg. Tehát nekem ez hordozza a patinát? A patinát, igen. Engem nem érdekel a patina. És miből van szerinted a kereszt a kezében, ami viszont gyönyörű sárga? Na ezt akkor mondd meg nekem.
az nyilván be van futtatva. Arannyal? Például arannyal. Biztos, hogy nem. De. Mennyi az esélye, hogy tényleg arannyal futtatott keresztet autó? Sok. Figyelj, mennyi arany kell ennek a befuttatására? Semennyi. Hát az időjárás az simán letörli. Nem. Ne viccelj már. Hát nem vicceltem. Vagy tömör arany? Nem, azt nem hinném. Szerinted lenne valami vállalkozó, kedvű ember, aki ha megtudná, hogy tömör arany, akkor oda felmászna és leszedné? Szerintem lenne. Én azt gyanítom. Veszélyes mutatvány lenne. Hát mondjuk nem könnyű oda fel. Már mondjuk, ha ugye itt vannak az állványzat. Ja, ott van az állványzat mellette. Ha most magunkra valamit adó influencerek lennénk, akkor bemásznánk. És fölmennénk az állványzatra. És megnéznénk, megvakargatnánk Gellért Püspök keresztjét, hogy... Hát, mondjuk a vállát talán meg tudnánk vakargatni. Mi? Hát ha már ott vagyunk, akkor kimásznánk a kezén. Mondjuk én félnék, hogy letörik. Á! Nem. Ez méretezve van? Szerintem hülyékre, méretezve. Akik kimásznak a karjára? De kár. Úgy lehetett volna lemenni a vízeséshez, hogy itt tovább lehet menni, és akkor egy emelettel lejjebb. Aha. Ja, mi ott is van kandeláber. Végig minden van. Ne kísérjelek még oda. Mennyi az idő? Ja, nem megmondom én. Ha 7 óra, már nem. Hát Tibi, akkor viszont el kell, hogy váljunk egymástól. Hát akkor... Pénteken adás? Pénteken adás. Mondjuk ezt nem tudom, ezt mikor fogjuk kirakni? Még kicsit gyönyörködjünk ebben a gyönyörű városban. A Dunában. Dunában, melyben alig van víz. Még azért nem annyira rossz a helyzet. Hát kinőtt a fű a rakpart kövein. Mikor lesz eredmény hirdetése a szavazásnak, hogy szavazott Budapest arról, hogy mi legyen a Lánchíddal meg a rakparttal? Nem tudom. Én szavazni szavaztam. Ja, még a siklóról nem beszéltünk, Tibi. Most hogy áll a sikló terve? Szarul. Most éppen úgy, hogy nem lesz. És honnan hova menne? Hát a Rácfürdőtől menne a Citadelláig. A Rácfürdőtől a Citadelláig, és egy alagúton menne át a Hegyalja út alatt, vagy hogy? Igen. Elég sokáig menne alagútba. Akkor ez végül csak egy lift. A végén az kimegy, aztán kimenne a felszínre, de szerintem minimum a fele az alagút. Emlékeim szerint legalábbis. Hát most úgy áll, hogy a főváros magának szeretné az egészet, a konzorcium pedig, aki ezt az egészet így valahogy nem tudom, mit csinálta, az meg valami kavarás van. És a siklópárti vagy nem vagy siklópárti? Én abszolút siklópárti vagyok. Tényleg? Igen. Én nem. Hát miért jó az, hogy tömegek mennek fel a Gellért hegyre? Hát egyrészt, mert hogyha már egyszer én szerettem fönt, a Citadellába szerettem járni. Hát fölmehetsz most is, még busszal is mehetsz egy darabig. Hát ez az, hogy ne menjen busz. Tehát, hogy ne menjen oda föl busz. Ja, mondjuk ez igaz. Amikor a Westminster apátságot akarták a Gellért hely tetejére felépíteni, abban a tervben is volt sikló, hogy egy sikló menne föl. Hát sőt, a várba is megy föl egy sikló. Sőt, volt olyan, azt se támogatom, sőt, volt olyan is, hogy villamos megy. De az lehet, hogy hátulról ment volna valahogy. Ezt nem tudom. De mondjuk ki tudja, hogy akkoriban mit értettek villamosra. Igen. És akkor mentek ezek a nagy tervek, hogy ez se legyen, az se legyen. Aztán beütött, hogy nincs pénz, faszom, akkor ne csinálom se. És inkább 30 000 fával beütették. Szerintem ez jó dolog. Az jó ötlet volt. Tehát ez, amit itt látsz most, ez a kurva nagy erdő, ebből egyetlen egy darab fa sem volt. Tehát ez mészkő? Mészkő ez, mészkő, ugye? Mészkő. Ez egy nagy, csupasz, fehér, koszos, mészkő darab volt a város közepén. Isteni szerencse, hogy ez lett. Igen, benne. Hogy nem lett pénz. Igen. Még ezek a hébe-hóba elhelyezett szobrok, meg ilyen hülyeségek még úgy elmegy. Ó, nehogy beugorjak a Rácfürdőbe? A Rácfürdőbe. Nem, csak a Sörözőbe. Nem, nem ez a Rácfürdő. Az nem, a Rácfürdő. Az a Rácfürdő. Ez a... melyik? Rudas. Igen. Egyszer már bevennék. Ennek van, az nyilván ismered, miután felültetek, van ilyen... Igen. Tehát van egy szabadtéri... A túloldalán. Medence is. Igen, ami gyakorlatilag az utcán lenne. Ja. Ez szerintem sokkal drágább lehet, mint más fürdő.
nem. Vagy ez is annyi, mint a többi? Szerintem annyi, mint a többi. A legdrágább a Gellért? Volt. Azt hiszem, igen, az volt a legdrágább fürdő. Én ide elég sokat jártam régebben. Tudom, igen. És a fiú vagy a lány napomban voltál? A lány napon. A lány napon. Büszke vagyok rád. Jaj, de szép ez a város, és tudod, mitől szép? Egyrészt, mert van egy folyó a közepén, másrészt meg, hogy ilyen szintkülönbségek vannak. Igen. Tehát, ha nem lenne itt ez a hegy, akkor egy tök unalmas város lenne. Meg, hogy ennyire más az egyik része, mint a másik. Most Budapest történetéről ne beszélgessünk, arról is volt már egy adás. Jó. Én arról a házról egyszer már beszéltem. Arról a kis vékonykáról? A kis vékonykáról, igen. Igen. Egyébként a Döbrentei tér az egyik kedvenc terem. És ott az a kis söröző is nagyon jó. Igen. Na majd akkor egyszer nyáron iszunk egy sört. Na jól van. Jó, van még egy kicsit gyönyörködjük. Jó. Milyen sok hajó van most. Bepotolják az elmaradt utakat biztos. Azt tudtad, hogy annak a templomnak sosem volt két tornya? Hát, hogy volt egy ilyen templomépítészet Magyarországon, amikor ilyen asszimetrikusak voltak a templomok, igen. Csak egy tornya volt. Szóval Párizsban, ugye Párizsban is van a Sacré-Cœur, az melyik hegyen van? A Montmartre. Montmartre. És onnan lenézve Párizs ezerszer randább, mint Budapest. Hát egyrészt, mert már nem, majdnem azt mondtam, mert nincsen folyó a közepén, de van. De valamiért egy ilyen nagy, lapos, homogén, egyforma színű, egyforma magasságú épületektől. A Sacré-Cœur szerintem nem is jó irányba néz. De jó irányba néz. Vagy jó irányba néz? Hát úgy nem néz jó irányba, azt hiszem, hogy talán pont a... Tehát, hogy nem a... Eiffel-torony nem látszik. Igen. Lehet, hogy nem is a Szajna felé néz. Nem, szerintem nem. Ja, az lehetséges. Ami az Eiffel-toronnyal szemközt van, a Szajna túloldalán... Igen. Annak is van valami neve. Igen, van neve. Na, onnan jó a kilátás. Hát azért, mert ott van az Eiffel-torony. Mondjuk az is igaz. Tehát, hogy kiszáll az ember a metróból, kijön, a sarkon befordul, és ott van a rohadt nagy Eiffel-torony. Kéne egy Eiffel-torony ide is. Nem pont egy Eiffel-torony, de valami. De például ellenzed, vagy támogatod a felhőkarcolót ott melletted? A én elleneztem. És most, hogy már ott van? Most már... De igazándiból nem a toronyházat elleneztem amúgy, hanem azt a irgalmatlan tömör beépítést, ami körülötte van. De most én csak a felhőkarcolókkal. A felhőkarcolóval annyira nincs bajom. Én a izét is szerettem, ami ott van, tudod, a Árpád hídnak a Pesti híd főjénél. Hát az semmi. Azt félbehagyták, mert nem engedték, hogy felhőkarcolót építsenek. Az félbe van hagyva. Hát ez jóval, jóval alacsonyabb, mint a Mószékház. Hát ugye nagyon sokáig az volt, hogy a bazilika csúcsánál magasabb épület nem épülhet Budapesten. Ja. Ott se voltam még fönt. Te voltál már fönt? Voltam egyszer. Vagy az Esztergomba volt? Annyi torony. Annyi bazilika. Annyi bazilika. Hát mégis csak kellett volna hozni a kutyát. Minek? Milyen jót sétált volna itt a kellemes hűvösbe. Egyedül? Ne, velem. Hát ezért nem kellett idehozni. Jaj, meg se néztük, vagy nem volt egyik panorámában se benne a Puskás Ferenc aréna? Nem láttam. Feltűnt volna pedig. Lehet, hogy lebontották. Jó, hát innen nem látszik. Hát innen nem, de onnan kellett volna. Na szóval itt megy végig, hogy fölmegyünk. Körülbelül ebben a magasságban, hogy még egy emelettel följebb megy végig a sétálót. Arra is hazamehetnél, hogyha vállalkozó. Ah, így de megy a fiú a biciklivel. Ezt már szeretem. Nem ilyen öregesen kószafaszál, mint mi. Jó, de lefele megy. Hát de valahogy följött. Hogy jött föl? Busszal. Szerintem is busszal jött. Vagy itt született fönt, és most 15 éves korában elengedték, és akkor jó, lebiciklizek. És ki lehet ez a sok undorító féreg, büdös, retkes fasz, aki ide dobálja a szemetét?
Hát a bunkó turisták. Mondjuk, hogy a turisták. Biztos, hogy a turisták. Szerintem is a turisták. Magyar ember ilyet nem csinálnak. Meg ugye, ja nem, azt akartam mondani, hogy nincs szemetes, de van. De van, sok szemetes van. Na jó van, Tibi, menjünk jó akkor. Van, menjünk. Pénteken szokott időben adás, jó? Ja. 5-kor. Oké. Okay. Ezt ti hallgatók, ti nem tudom, mikor hallgatjátok meg. Képzeld el, még egy adás ki fog maradni, jövő pénteken sem leszek, de megint fel kell vennünk egy adást. Jó. De vagy pedig, még van egy jó ötletem, hogy egyszerűen történelmet hamisítunk, és újra számozom az adásokat. Miért ne tehetném meg? Persze. Bármikor megtehetem. De tehát ki mondaná azt, hogy ne tedd? Jó, ezt még átgondolom. Jó. Ha már voltam olyan hülye, hogy ennyire szorosan számoztam be az adásokat. Na jó van, menjünk. Akkor pénteken találkozunk. Jó van. Isten veled, Tibi, üdvözlöm Spikey kapitány. Spikey kapitánynak hívod még? Hát, most már nem. Várja, még ne kapcsolt ki. Ja, nem. Majd egy kikapcsolom. Jó. Na, ölelünk, csókolunk mindenkit. Szevasztok. Sziasztok. Az idő előre haladott. Szeretnék végül is köszönetet mondani a hírközlő szervek embereinek és a technikai feltételeket biztosító ellátó szerveknek. Jó egészséget, minden jót, sikereket kívánok mindnyájuknak.